Sziasztok! Egy jó ideje nem jelentkeztem be nektek egy drónos videóval, és ennek megvolt a miértje. Igazából belefogtam egy ilyen jacuzzi és szauna építésbe. Na most ugye arra törekedtem, hogy a létező legolcsóbb alapanyagokból összerakjam őket. Nagyon-nagyon sok videót megnéztem az interneten, ki hogyan, milyen tippel, milyen formában csinálja ezeket. És összekezdtem szedni az alapanyagokat, amiből ugye meg lehet ezt csinálni. Na most ugye ezt mutatnám be, hogy mégis miből lett, és mi lett a végeredmény ez alatt a hát laza két hét, igazából tervezéssel együtt 3 hét alatt. Na, kezdeném akkor azzal, hogy ugye ő lesz itt a jacuzzi rész. Van meg egy pad, illetve kettő, egy levegőztető, buborékoztató rendszer, és ugye innen látszik egy vízkeringető rendszer, ami ugye szívja a hideg vizet, és tolja be a meleg vizet. Csövek ugye itt láthatók, a motor már megvan hozzá, de azt még ugye nem hozom ki, mert most nagyon hideg van. Úgyhogy még megvárom azt az 1-1,5 hetet, amikor tényleg olyan időjárás lesz, hogy élesbe be lehet hízítani. És akkor lesz értelme már a dolognak, és akkor ki is tudjuk próbálni, hogy mi lett a végeredmény. Ugye ez itt a jacuzzi rész, ő pedig itt a szauna rész. Mindjárt őt is megmutatom. Itt van benne fűtőrész, hőmérő, egy termosztát, amivel lehet szabályozni a hőmérsékletet, és hát szűkösen, de két fő részére igazából teljesen megteszi a dolog. Na hát kezdjük akkor az elejéről. Ugye maga az alapja ennek a jacuzzinak egy IBC víztároló tartály. Szerintem fel is ismerhető, így a napfényben látszanak is a fém vázai, hogy áttűnnek a műanyagon. Ugye ez le lett vágva itt fent ezen a részen, és egy raklapra rá lett pakolva az egész, illetve kapott egy raklap alapot maga ez az egész építmény, ahogy itt látszik is. Erről majd vágok be képeket, hogy hogy nézett ki az első nap, hogy épült fel napról napra. De ugye az alapállapota az volt, hogy lekerült ide ez az IBC tartály. Na most ugye rengeteget gondolkodtam azon, hogy igazából mi fűtse fel a vizet. És eljutottam odáig, amiről szintén fogok képet bevágni, hogy építek egy tűzoltó készülékből egy víztartályt, és ahhoz egy hordóból egy tűzteret építek, majd egy szivattyúval ugye keringtetem a benne lévő vizet, és az majd őt ugye kellőképpen fel fogja fűteni, ami ugye elméletben nagyon-nagyon jó volt, de gyakorlatban viszont annyit tett, hogy tüzeltem, eltelt 1 óra, igazából meleg volt a víz maga a rendszerben, de mire ideért a szivattyúval, igazából mindig hideg víz folyt ki. Majd gondolkodtam rajta, hogy hát mivel lehetne még ezt egy kicsit finomítani. Beleszereltem egy csőtermosztátot, hát a fűtéseknél használt csőtermosztátot. Mondván, hogy majd ugye hát felmelegszik a víz a tartályban, és akkor majd a csőtermosztát 60 fokra beállítva szépen kitolja ide a forró vizet,
majd ugye leáll, újra fűti a kis tartályomba a vizet, és majd betolja ide. Na ugye ez sem úgy működött, ahogy elterveztem, mert ugye pici volt a tartály, lassan fűtött fel, 10-15 másodperc alatt kinyomta a forró vizet, ami gőzölt, és hát gyakorlatilag 10-12 percig meg fűtötte a tartályba lévő vizet. Úgyhogy mire kinyomott egy adag meleget, az úgy kihűlt ebbe a körülbelül 6-700 literes sacra, mondom, 6-700 literes tartályba, vagy jacuzziba, hogy hát érdemleges hőfokot nem dobott a vízen. Tehát ez körülbelül 5 fok maradt 2 óra múlva is. És gondolkodtam mindenféle megoldásban, fatüzeléses boiler, drágák voltak, 40-50 ezer az, ami használható lenne. Ugye itt ezen a részen, ahol ezt építettem, itt 10 amper az, ami elérhető. Most ebbe egy medencefűtés már nem fér bele, már 3,5 kW fogyasztás, úgyhogy maradtam annál, hogy jó fogáson találtam egy felfújható jacuzzi motort, ami ugye digitális kijelzős, fűt, vizet keringtet, és nem utolsó sorban, ugye itt levegőt is nyom be a rendszerbe, kellő erősséggel, és a buborékoztatás is megvan oldva. Ugye a buborékoztatáshoz átkanyarodva, első megoldás, ugye tényleg próbálkoztam abból, ami itthon van megoldani, a legkisebb költségből ezt a dolgot. Volt felfújható, automatán felfújható matracunk. Egyik, másik már nem a legjobb állapotban, motorja tökéletes, ugye kivettem belőle, mondván, hogy majd az elég lesz ehhez, és szépen fel fogja ezt nyomatni. Hát gyakorlatilag ugye, amikor itt a víz belekerült körülbelül itt a padok magasságába, már nem bírt annyi levegőt beletolni itt ezeken a vékony csöveken, amit így próbálok mutatni. Erről is majd lesz kép, hogy hogy van felerősítve. Nem tudott olyan mennyiségű levegőt adni, hogy a víznyomás túl ugye ki tudjon jönni. Na hát, hogy mi legyen. Volt itt hol ez a váraakasztós kis porszívó hangú, vicci kis festékszórógép. Ugye őt kötöttem rá. Na ő már tökéletes volt. Szépen buborékoztatta is a tartályban lévő vizet. Hát körülbelül megmutatom, ez a szint, ameddig itt a cső alatt, ameddig tesztből feltöltöttem, és egész jól bugyogott benne a víz. De viszont nagyon nagy hangja volt. Tényleg olyan, mint egy porszívó süvítene itt az ember fülébe. Úgyhogy ezt és a fűtési nehézségeket ki tudtam váltani ezzel az egyszem jacuzzi motorral, ami tényleg jó fogáson 25 ezer forintért postázva meg tudtam szerezni. Hát még nem lett ugye tesztelve az időjárás miatt, remélem, hogy működni fog, és nem utolsó sorban ugye 40 fokos vizet tud a gép, és 2 kW-os fogyasztással. Lépcső ugye, raklap, 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 gyakorlatilag itt látjátok is, hogy minden faanyag szinte, amit lehetett, raklapból van, és ugye le van égetve, egy ilyen kézi kis pici gázos melegítő eszközzel. Hát nem kevés munkaóra volt abban, hogy ez ilyen szépen leégetett és mintájú legyen. Térjünk át ugye maga szaunára. Hát a szauna váza ugye raklapból. A raklap között van egy kis gyapott szigetelőanyag. A szigetelőanyagon van egy tükörfólia, egy buborékos tükörfólia, és arra kapott egy ilyen lambíria bevonatot. A külső részén pedig, ugye itt, ahogy látszik is ezen a felén, sima 1,80x1 méteres kerítés árnyékolók vannak felrögzítve,
itt is, ezen is, és az egész, mindjárt innen mutatom, külső részén. Maga a fűtő rész, ez egy Orion infrahősugárzó, 2600 watt, tehát 1200 összesen a fogyasztása, és abba kapott egy egyszerű csőtermosztátot, amivel ugye majd szabályozva lesz itt bent a hőmérséklet, ha egy picit melegebb lesz. Most ugye azt mutatja, hogy hát van körülbelül másfél fok, plusz másfél fok, ami valójában nem igaz, mert szerintem itt kint körülbelül a mínusz 2-3 lehet. Úgyhogy ha eléri azt a 10-15 fokot pluszba, akkor beizzítom, és akkor próbálok egy ilyen tesztet csinálni, hogy mégis hogy fűt. Annyira teszteltem valamelyik este, hogy hát akkor ilyen mínusz 7-8 fok volt ugye kint, és nagyon nagy szél. Ugye a bent lévő mínusz 3 fokból csinált plusz 15-öt egy negyed óra alatt, úgyhogy hát meglátjuk majd élesbe, hogy hogyan fog működni a dolog. Szigetelő anyagok az ajtóra felragasztva, ezt közben mutatom, illetve mágnesek és üvegflexi az ajtón. A vász szerkezete a sima egyszerű 10x10-es gerenda, egy kis padlók a tetején, a vász szerkezet raklap, fólia, és itt látszik, hogy nátszövet. Tényleg a létező legegyszerűbb megoldás. Hogy ez az egész mennyibe került, ezt majd a végén be fogom vágni részletesen, hogy körülbelül mi mennyi, de így hozzávetőlegesen maga egy ilyen 50, hát 60 darab egyutas raklapból készült az egész wellness központ, amihoz nagyon-nagyon jutános áron jutottam, tehát igazából 5000 forintból megvolt. De hát a nagyobb tételek azok tényleg ezek a kerítésárnyékolók, amik ugye itt vannak. Ebből fel lett használva, azt mondja, ide kapásból 4-7 darab. Obiba lehet vásárolni, természetesen máshol nem nagyon. Vagy még talán a Praktikerben. És akciós a 4000 forint darabja. Tartályhoz hozzájutottam ingyen. Úgyhogy az nem volt különös tétel. Faszerkezet, vászszerkezet, amit faanyagba kellett még egy pluszba vennem, az olyan 40000 forint környéke, ez a gyalult lécekkel együtt. Nátszövet, plusz 8000. Fólia, 4000 forint. Ez a lambéria, ami hát gyakorlatilag egy 5 négyzetméter lambéria, ami bent van. Ez is a tényleg a leg és legolcsóbb. Ez is 15000 forint, amit itt láttok bent. Padok raklapból, hulladék raklapból, levágott raklapból, mindenféle dolgokat újra hasznosítottam, amit lehet. Le van égetve, kicsit csiszolva. És még a plexi. Hát ez a plexi, amit megint csak Obiba Praktikerbe lehet megvenni. 150x50 centis műanyag plexi. Ez is ilyen 5000 forint magassága. Ugye a szivattyúról beszéltem, ami keringteti majd itt a jacuzziba a vizet, illetve pezsegtet és hűt. Az ugye 25000 forint. Zsákos beton a sarkokhoz, rögzítéshez. Akkor beton, van még le van
betonozva egy lábtartó, ami körülbelül, hát be van burkolva, nem nagyon látszik, de lehet, hogy itt talán itt, ezen a részen. Ugye itt ő. Ezek is egy tízesek voltak. Közben mutatom hátulról, hogy így néz ki. Ugye ezekből tevődik össze, amiket felsoroltam. Végeredmény az ilyen 170 ezer forint. 2 hét szabadidő. Tényleg szó szerint sötétedésig. És körülbelül 50 óra munka. Természetesen még ugye, amit kifelejtettem, a villanyszerelés, amit még pluszba ugye költenem kellett rá, doboz, kábel, egy ilyen kis világítás, konnektorok, amik ugye be vannak kötve. Külön még földeltem is őket, pluszba időkapcsoló a világításhoz. Ezek is 1-2000 forintot azért felemésztettek. És hát a munkaidőmet, azt a saját energiámat, azt pedig ugye nem számolom. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy egy ilyen szaunát 250-300-ért ugye meg lehetne venni. Egy ilyen kis jacuzzit, nyilván egy picit nagyobbat. De mindenféle felszereléssel 4-500 forintért újra meg lehetne venni, ha legolcsóbbat néznénk. Ha még szólna az ember egy mesternek, hogy egy ilyen wellness rész dobjon össze már, hogy akkor a kettő együtt legyen. Szólna egy villanyszerelőnek, hogy kábelezzen be mindent úgy, ahogy kell. Szerintem akkor is 1 millió 2 környéke lenne a dolog, hogy ezt kihozza. Így gyakorlatilag, hogy 170-ből ezt megoldottam. Kíváncsi leszek felszó, hogy működik mindaz, amit kitaláltam, de szerintem ez nem rossz. Ennyi pénzből. Hát ennyi lenne a jacuzzi bemutató. Ahogy említettem, a végén egy-két alkatrésznek, alapanyagnak az árát azért majd fel fogom írni, hogy mi mennyibe került. És a következő videóval majd akkor jelentkezem, amikor tényleg egy kicsit jobb idő lesz, és akkor be tudom mutatni azt, hogy működik, mennyire bevált, tudok róla pár szót mondani, mennyire vagyok elégedett vele, mennyire érte meg a munkát, a pénzt, az energiát. Ez az egész kis wellness központnak a megalkotása. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies.